Sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatorna Sons of the Forest sorozatának 9. része. Eljöttem halakat szerezni, és akkor kaját gyűjteni. Illetve most jöttem rá, hogy megvan nekünk az ásó. Valahol megszereztük. Én azt itt abban a hitben éltem egészen eddig az utóbbi hetekben, hogy nem szereztem meg még, de akkor ezek szerint megvan. Ami jó, mert az ásót tudjuk használni, van egy hely, ahol ki tudunk ásni egy hullát nagy eséllyel. Nem vagyok 100%-ig biztos benne. Elkészültetek már? Oké, szerintem elkészültek. Cooked fish. Nagyon jó, akkor egyél szépen. Ez az kamera, tűnj el. Ahogyne. Na, full kajára vissza. A mai nap szerintem az lesz a célunk, oda elmegyünk oda kiásni az embert. Vagy az alakot, vagy valamit, akármit, nem tudom. De még mielőtt oda elmegyünk, na mi van, nem tudunk futni gyorsan. Azelőtt itt ezt elmentjük. Úgy, ez mindig jó, hogyha nem kell előről kezdenem az aznapi felvételt. És eljövünk ide, és kihasználjuk azt, hogy mindig újra kerülnek a cuccok. Begyűjtöm itt a dolgokat. Kijött a harmadik frissítés, mióta megjelent a játék. Tehát, hogy értitek, most az elmúlt hetekben ugye nem voltam itthon. Így nem tudtam videókat készíteni, viszont ez alatt az idő alatt legalább kijöttek frissítések a játékhoz, ami tök jó. Backshot. Az shotgunhoz való? Azt hiszem shotgunhoz. Nézegettem, hogy mi... Solar panel. Lol. Nézegettem, mik jöttek, de nem maradt meg nekem minden, hogy mik azok, amik így kijöttek így a játékhoz. Mindegy, majd szépen felfedezzük magunktól. Látjátok ott azt a zöldet? Szerintem nem az lesz. Igen, nem a zöld lesz, hanem a lila. Hogy tudom? Ah, így. De messze van. Igen, az a lila egészen ott fönt. Már arra is van egy lila, azt is megnézhetjük, hát ha az is egy ásós. És szerintem a fölötte lévő zöld, az viszont ásós. Úgy rémlik, ahogy így nézegettük a helyeket. Na mindegy, erre kell mennünk, erre átváltunk. Hogyha esetleg valaki megtámad minket közben, és akkor ilyen botokat viszont gyűjtsünk, mert a botok azok tudom, hogy kellenek nekünk otthonra. Ezek is jöhetnek, úgy. És tudjátok mit, szerintem csináljunk itt egy apró vágást, ameddig így mászkálok és gyűjtök mindent így fel az úton, mert felesleges szerintem, ahogy azt nézzétek, ahogy haladunk erre visszafelé. Úgyse csináltam semmit a bázison se, szóval mindjárt jövök egy pillanat. Egy darab benszülöttet nem láttam viszont még. Tehát egy minimális szinten aggaszt, mert félek, hogy beleesünk egy olyan problémába, hogy ugye, ahogy haladunk előre így a mentésekben, mert hát így a verziókban, nem is a mentésben, de hogy egy mentéssel megyünk további verziókon keresztül, nehogy valami ilyesmi hiba előjöjjön, hogy egy darab benszülött nem lesz a játékban egyik pillanatra a másikra. Ez kellemetlen lenne. Illetve... nem, most volt hangja. Most volt hangja, jó, akkor valahol itt vannak. Majd előbb vagy utóbb csak észreveszem. Nem tudom, hogy honnan... hallottam. Jó, mindegy, menjünk tovább. Valamit akartam még mondani, de tökre elfelejtettem, ahogy így erről elkezdtem beszélni. Pedig az volt a fő téma, amit szeretem. Ja igen, megvan, most a fákról eszembe jutott. A ilyen falat kell viszont építenünk. Nem tudom, hogy kijavították-e azt, hogy keresztül mennek rajta, meg átmásznak rajta, meg minden. Kéne majd előbb vagy utóbb egy falat építenünk, hogy ne jöjjenek csak úgy be. Itt lesz előttünk. De itt már nem jártunk. Én szerintem itt már jártunk. Ez egy hulla, amelyik oda lekerült. Le tudunk ugrálni, úgyhogy ne fájjon. Valahol biztos. Úgyne. Én szerintem erre viszont már jártunk. De javítsatok ki, ha tévedek.
Mindegy, menjünk el erre a zöld pontra is akkor, ha már itt vagyunk. Mert az a zöld pont szerintem ott még viszont biztos nem jártunk. Mert ott szerintem az ásós. Ott ásni kell. Ó, itt egy benszülött falu. És úgy tűnik jönnek is. Hello, mi van? Milyen húsos vagy? Milyen agresszív? Ez egy új benszülött falu? Erre nem emlékszem, hogy erre lett volna. Vagy csak nem fedeztük fel. Ó, mennyi hulla van ott középen. Jó, mindegy. Menjünk erre akkor föl. Nézzük meg ezt a dombot itt. Pedig besétálnék, mert nem nagyon úgy néz ki, mint hogyha nagyon meg akarnák védeni, tehát nem állnak ott úgy körülötte, értitek. Tökre rám rohantak mindannyian. Ó, jeez. Ó, ez aztán megijesztett. Te most rohansz rám? Ja, milyen agresszív vagy, haver. Meg milyen páncélzatod van. Hopp, ez fájt. De szerintem így lehagytuk. Hogy csak nem ugrik le. Milyen rossz indulatúak mindannyian. Jönnek, azt már támadnak is rögtön. Addig a jó, míg nem jönnek közvetlenül a bázisra. Ezt nem szeretem, hogy azt szétverik. Jobban lenne, hogyha a bázisnál csak engem akarnának megölni, de úgy szétverni nagyon nem akarnak. Ez mindig nagyon zavar az ilyen játékoknál, hogy építhetek újra dolgokat. Na, szóval ide jöttünk. Aha. Jól emlékeztem, hogy ez lesz az. Nézzük, hogyha én azt mondom, hogy itt van egy ásó. És ezt itt elrakjuk a fenébe. Oh, wow. Hát az tényleg ásod. Én azt hittem, hogy ez csak egy egyszerű izé lesz, hogy tudjátok, így megfogja azt, akkor puff, kiásta. Tehát, hogy így értitek, mire akarok kiukadni. Tehát nem ténylegesen elkezdi ásni. Bár ahogy nézem, csak ezt az egy vonalat kell nekünk így leszedni róla. És megy szépen hátra, mert egész kényelmes. Ha lenyomva tartod, akkor csak megy hátrafelé. Viszont szerintem az a rész már itt nekünk nem kell. Az a rész még kell ott. Ez egy hatch. Egy lejárat szerintem. Lehet, hogy nem egy lejárat, lehet, hogy valamilyen kis páncélszekrény. Meddig tudod ásni? Tudod ásni egy darabig. Azt nem bírod már kiszedni így? Na? Ezt még így nem tudod kinyitni? Pedig, megmondom őszintén, nekem úgy tűnik, hogy azt már kiástad. Jesus Christ! Megijedtem. Ó, jaj. Dobáljad a jó édes tudod kidet. Nem akartok békén hagyni? Én ezt itt szeretném kinyitni. Oké, egy megvan. Van egy madarat lecsaptunk közben, miközben támadtuk. Gyere ugod. Köszi. Ne, fuss el, léci, gyere. Tudom, hogy nagyjából még együtt és... Ó, oh, itt van még egy, jó, akkor tudod mit, gyere te. Akarod megsiretni a hülye halottadat? Lassú ez a balta. Az egyetlen problémám vele. Jókat üt, csak lassan. És így meg tudnak zavarni az ütésben. Na jössz? Gyere, mert addig ezt nem tudom nagyon folytatni. És annyira szívesen folytatnám.
Itt a madár. Egyelőre nem jön. Fogadjunk, elkezdek ásni, és jönni fog. Tudjuk az ásót? Oh, ha tudunk ütni vele, nagyon jó. Azt ott, azt a végét. Azt nem tudod? Ott meg tudod? Oké, okay, ez a része is megvan. Valahonnan még szedi a homokot. Ó, most jó. Maintenance. Ilyen karbantartási. Na jó, azért. Hoppá, szépen lassacskán betöltötte. Nem, ne, mit csinálsz? Ezt a lámpát, úgy. Energy bar, szereztünk elemet is. Paper target. Nagyon jó, valami célzótábla, ilyen papír célzótáblát is találtunk. Ezt ide le tudod helyezni? Oh, annyira király vagy. Annyira jó. Tudunk egyet menteni. Úgy né. Ezt akkor végig tudunk menni, anélkül, hogy bármit is ténylegesen elvesztenénk. Jeez, azt hittem ez egy akna. Mi ez a zenemánia minden helyen egyébként? Mindenhol megy a zene. Ott az egy baba volt, ahogy nézem. Ezek babák. Hol szól a zene? Azt nem tudom lekapcsolni ezt a zenét. Kártya. Egy sárga kártya. Sőt, itt egy nyomtató is. Ez jó. Mit tudsz még nyomtatni? Ja, nem akartam kinyomtatni. Jó, mindegy, tudod mit. Akkor fejezd be. E-mail. Aha. Szóljatok, ha ti láttok volna. Jó, hát nálatok jobban látszik valamennyire. Kapcsold le azt a lámpát. Úristen, na, így most látom. Oké, eltűnt egy festmény. Hát ez... Nem így akartam. Rakod vissza. Ezt rakd el. Ahogy nem. Hát ez a festmény, ez nekem nagyon fontos volt. Laser sight collected. Egy lézeres dolog. Ezt jó, azt vett fel. Na figyelj csak, váltsunk flaska, mask, grappling hook, tech mesh, sled. Slide-nak akartam mondani. Hol? Itt van. Ezt szeretnénk ezzel kombinálni. És akkor így most már a pisztolyunknak van egy ilyen lézeres célzója is. Tök jó, most már csak jó sok lőszerünk lenne, az lenne jó. Van 20 mondjuk. Shotgunban is van egy csomó lőszerünk. Ezt vedd elő, tudod mit, vedd elő. Úgy, meg a lámpát is. A lámpa az... Elméletileg a lámpa az nem kell nekünk. Van egy nagyon minimális lámpánk rajta. Hát akkor tudom, itt vedd elő ezt a lámpát is. Úgy tudunk menteni. Hát ezen nem újjan. Én mentek még egyet. Aha. Te veled mi történt? Ez nagyon érdekes. Azt a mindenit. Jó, rakd el. Ez engem pont nagyon érdekel. Itt egy ruha. Tuxedo. Te veled mi történt, bro? Sajnálom, de hogy... Hogy haltál meg itt? Valami össze van törve, itt alattad valami üveg. Elvágtad volna a kezedet? Lehet, hogy öngyilkos lett. Itt van egy csomó vér.
nem úgy folyósan így, tudjátok, így húzta a vonalat. Meg illetve oda is, ott is van, át én abszolút nem tudom megállapítani az alapján, hogy hogy itt hogy történt az egész. Na nézzük csak, van még itt valami? Aztán menjünk-e babákat ölni. Ó, hús. Ó, nagyon kajaz, nagyon jó. Okay, ennyit látok. Baba? Ez az. Kifogytunk. Oké, okay, eddig tök rosszul céloztam. Hisz, hogy nem haltok meg egy lövésből? Ne vicceljünk, már babák vagytok. Hisz, hogy a baba túléli a lövést. Ja, várjunk, így is lőhetnek. Hisz, hogy nem találtál. Hova lősz? Mi a ráknak van rajta lézer célzó akkor? Hanem az a lényeg a lézer célzónak, hogy ott a lézer pontja, és akkor oda lő. És meghaltál? Jó. Tényleg nem akarok többet pazarolni ebből a pisztolyból. Tartsuk meg fontosabb eseményekre. Hát ez nem úgy néz ki ez a hely, mint hogyha... Hogyan fogalmazzak, tudjátok, ilyen... Ilyen nagyon nagy előrehaladásos pont lenne. Ezek az égők kíváncsi leszek, mire valók lesznek. Ó, ezt ott... Fire Axe. Nagyon jó. Ja, hát figyeljetek, jó cuccokat gyűjtöttünk elméletileg. Sok minden itt nem volt, de hát... Nem, lett egy új baltánk. Az új balta, ez mire való? Áruld el nekem. Aha. Nagyobb az ereje, viszont még lassabb, ha jól sejtem. És kisebb a védelme. Jó, akkor maradjunk a modernnél szerintem. Ez a pici plusz sebesség az hasznos lesz. Itt egy baba. Jó, ezzel végeztünk. Jó, amondó vagyok, szerintem akkor itt végeztünk ebben az épületben. Mindennel. Ja. Tudjátok, még végignézek itt erre egy picit. Hát, még találok valamit, amit így kihagytam. Nem tudunk lefürödni? Nincs nyitva mi? Bezúzzuk. Figyelj, a fejedet nem vihetem el? Nem úgy tűnik. Jó, oké, én a mondó vagyok, hogy itt nincs semmi, ami még kellene számunkra. Izgalmas kaland volt, kicsit olyan kevésnek érzem, mindjárt lemerül a lámpánk. Tudod mit? Bum. És megcsináltuk? Megcsináltuk. El is rakhatod igazából. Itt is van valami nagy vérpaca. Valaki bejött, az kinyírta őket. Oha. Nem látok olyan rendesen. Jó, ide mentünk egyet, sőt, tudod mit? Mentsél még egyet, mert az a biztos. Ezt akkor menjünk fel. És szerintem erre a videóra egyébként végeztünk is ezzel a felfedezősdivel. Menjünk haza, azt akkor dolgozzunk kicsit a bázison. Vagy mennyire vagyunk messze itt minden mástól? Ó, mondjuk annyira nem vagyunk messze. Menjünk el a lilához. 17 óra. Jaj. Menjünk le. Menjünk le. Aludjunk egyet. Hogy nappal legyen. És figyeljetek, ha már itt megadhatjuk a módját, akkor aludjunk egy nagyszerű kis modern mágyban. Ne ott a földön. Baba? What the fuck? Az ellenfelek most újra kerülnek ide? Nem kerültek újra az ellenfelek. Cuccok se kerültek újra. Ezt a babát ezt kihagytuk. Itt trapicskolt folyamatosan. Ez kimaradt, vagy mi történt itt? Nem tudom, mennyire érzem biztonságosnak azt, hogy aludjak itt, de... Tudom, mentsünk egyet előtte. Mindig érdemesebb menteni, mint sem utólag megbánni, hogy nem mentettél. Na. Ó.
Van egy achievementünk, egy ilyen holdacska, egy 10-es számmal, szerintem ez azt jelenti, hogy a 10. napnál tartunk, és azt mondja, hogy mi rossz történhet még. Canned food. Először is ezt idd meg, aztán eldöntöm, hogy mit akarunk még. Sőt, így áll még belőle. Hála az égnek, hogy nem iszod meg mindet egy húzásra. Nagyon jó. Ezt tudod mit? Ebből legyen, mert ebből rengeteg van nálunk, és szerintem nem lesz több helyünk. De nem is adsz mondjuk sokat. Lehet az én gyomrom pici, aztán én lakok jól, tudjátok, ilyen 5 darabba. Ez befalja itt őket. Kár, hogy nem lehet kijelölni, hogy egyen meg mondjuk többet. Itt letépi egyszerre 3-ról, azt akkor elszi mind a 3-t. Jó, amondó vagyok, legyen ennyi elegendő ebből. És még ezted meg az, mondjuk erre kíváncsi vagyok, ezt nem lehet olyan forralt vízzel megenni? Hát nem az lenne a lényege, hogy forralt vízzel eszed? Visszatöltött rendesen, tudod mit? Igyál még egyet, mert abban van helyed. Úgy né, van páncélzat, amit fel tudnánk venni? Oh, van. Hát mi jó. Jó cuccánk. Nagyon jó. Hát akkor menjünk. Még egy alvás. Azt mondd meg, mennyi az idő? 7 óra. Jó, akkor azért nagyjából nappalodik. Szerintem már nappal van nagyjából. Az elején kár, hogy itt nincs egy lámpa, valami, ami világítana. Ha? Mennyire van nappal? Vajon megunták, hogy itt várakoznak? Oh. Vihar van. Jól hangzik. Kezdesz fázni? Mi az? Hóesés? Tudod mit? Akkor módosítsunk egy olyat. Elméletileg szerintem ezzel mi volt rajtunk eddig? Szerintem ez a ledőr volt rajtunk. Hát már pedig az jobbnak tűnik, mint amit fel tudnánk itt venni. Ez lenne még, ami meleg itt, de a vízre az nem véd meg. Nincsünk tüzet. Ja, a fákja az nem segít, mi? Az nem segít csak úgy. Hát akkor figyelj, most fázni fogsz. A staminán kezd elfagyni. Ahogy nézem. Lehet, hogy attól függ, mennyire fázunk, hogy mennyi staminát veszítünk. Mert akkor annyira még nem fázunk, akkor ez nem olyan vészes. Oh. Eljött a tél. Erre nem számítottam, megmondom teljesen őszintén, de nagyon szépen haladunk át abba, hogy így az őszből átmentünk a télbe. Ez tetszik ez a megoldás, ahogy csinálták ezt. És itt még olyan őszies idő van. Ó, ez egy benszülött falu. Ja, ennél mentünk el? Hello! Ez meglepődtél? Ne csapkodjál! Ja, hogy ti ott fekszetek bent? Vagy feküdtek? Ezt elvinném? Hoppá, hoppá, na, finoman! Nyugi van, hoppá! Ez megcsúszott. Hú, pénz! Milyen ugrást csinálsz már te? Tessék lenyugodni, csak széjjel fosztom a seggeteket. Hoppá, elvittem a skin pouch-át, annak nem örült. Az a nagyanyjáé volt. Ez még egy igazi ritkaság. Még a legelső ember bőréből csinálták. Ennyi-bennyi. Lehet, hogy erről beszélek egyébként, hogy van még mit fejleszteni a játékon úgy olyan szempontból, hogy... Tehát rohangálok ide-oda, és csak úgy ellopdostam a cuccaikat. Itt van valami? Ja, jól láttam, hogy ott van valami. Fogtam, kifosztottam a falut úgy, hogy álltak ott körülöttem ketten. Kicsit agresszívabban is támadtattak volna, pláne nehéz módban játszunk. Ezt a képzeljétek el, hogy így reakcióképpen a készítők készítenek egy ilyen rémálom módot. Ezt akkor bármit csinálsz, ezek így odajönnek így hárman, azt szanaszéjjel vernek.
így futsz, így kirakják a lábukat, amikor így megpróbálsz elfutni mellettük, és így pofára esel. Aztán nem is hagynak felállni, így fekszel a földön, azt hátulról leszúrogatnak. Volt ott a kampós cuccuk. Erre a zöldre nem emlékszem, az nem tudom, hogy hova vezet minket. Hello. Mi van veled? Ne táncoljál. Csak nyugalom. Nincs semmi baj. Jön utánunk vajon? De a sétálgat utánunk. Egy kicsit be vannak lassúba, ahogy nézem. Nem baj, legalább békén hagynak, ameddig megnézem ezt a helyet. Ez egy barlang lesz. Ez egy egyszerű barlang. De le akarok menni? Á, nem. Megmondom őszintén, nem. Itt még nem voltunk. Lehet, hogy itt még nem voltunk, és tehát ugye játszottam többször is ezzel a játékkal. Játszottam magamban is, játszottam barátokkal is, meg veletek egy élőadásban, csak úgy mászkálva még a legelején, illetve ezen a mappon is játszottunk, szóval így már abszolút nem tudom, hogy melyik helyen jártunk, és melyik helyen nem. Ó, az be van fagyva. Én hallom, hogy csapkod a víz, de nem látom a vizet, amit így meg tudnék inni. És húzom magammal a hót, vagy mi történik itt? Figyeljetek. Itt most nem, de itt a szélén igen. Megjelenik a ló. A ló? A hó. Én vagyok télapó. Na, az viszont az a lila, abban elég biztos vagyok, hogy az... az egy... minek nevezik? Egy sír. Egy sír, amit ki kell ásnunk. Hopp, itt egy benszülött falu. Hopp, picit lelassulunk. Hello! Még nem vett észre minket. Hello! Hoppá, hopp! Na, nyugalom! Tetszik, hogy van ruhátok. Eddig nem nagyon volt ruhátok, ilyen fúmesztelenek voltatok mindig. Vajon azért lett ruhád, mert hogy tél van? Nézzétek ma milyen széken ül. Ez megküldött. Kicsit arrébb csúsztunk, nem baj. Ez nem tudom mi volt. Valamit felvettünk. Ez valami. Ez nem tudom, ez egy nagyon nagy falu. Ez nem tudom micsoda, ezt felvettük. Próbáltam, tudjátok, felkapdosni mindent, ahogy így futok keresztül rajtuk. Ó, jeez. Ó. Jó, most már tudom, mi ez. Oké, ez fura. Nem tudod csak úgy elrakni? A hátizsákodban mindig van egy csomó hely. Mindenféle dolgot fel tudtál már venni. Arra kéne mennünk. Ó, és most jelzi, hogy hol van. De nehezen kanyarodik. Oké, oké. Egész jó, az erdőben ezt nem nagyon fogjuk használni. Így lekapcsolva. Ha kétszer ugrasz, akkor leugrik róla. Ki arra? Ezt haza kéne vinni. Az baj, hogy nem nagyon tudok. Oh, de tudok közben nézni. Ó, nagyon jó. Azt hittem, hogy nem tudom közben nézni a térképet, de tudom nézni a térképet. Ott egy benszülött. Nem biztos, hogy észrevett. Remélem nem vett észre. Na, ragd már el azt a vackot.
Ó. Hogy egy shotgun-t szerzünk innen. GPS locator. R betű. Ja, R betűvel tudom átváltani, milyen fajta lőszer legyen benne. Ó, hát ez a shotgun, ez hasznos lesz. Jó, hát tudjátok mit? Én amondó vagyok, hogy én nem akarok most hazamenni. Lerakok ide egy ilyet, és elmentjük a játékot, és itt most véget ér ez a rész. Aztán a következő részben foglalkozunk a hazamenetellel. Remélem jól szórakoztatok, remélem csatlakoztok hozzám legközelebb is, nem úgy, mint a kamerám. Látjátok, a kamera az megint eltűnt. A kamera az mindig eltűnik. És a következő részben akkor szerintem elkezdünk foglalkozni így a falépítéssel, mert hogy egy picit jobban megvédjük a bázisunkat, mert szerintem egy idő után elkezdenek kicsit keményebben támadni minket, mint ahogy eddig volt. Mondjuk most, hogy megszereztük a shotgun-t, lehet, hogy nem lesz olyan nehéz dolgunk. Na jó van, a legközelebbi videóig, mit néztek tőlem, addig is. Sziasztok!